Sárospatakváros önkormányzatának Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága az ülését a Farkas Ferenc Művészeti Iskola beszámolójával kezdte. Erről a képviselők véleményét a bizottság elnöke összegezte híradónknak. Minden pataki nevében mondhatom, és a környékbeliek nevében mondhatom, hogy büszkék vagyunk erre az iskolára, hiszen a hangszerezzene, a művészeti, képzőművészeti oktatás, és ne felejtsük el utoljára, de nem utolsó sorban a néptánc oktatásban egy nagyon nívós és eredményekben gazdag iskolának a beszámolóját olvashatta a bizottságunk és fogadhatta el. Ezúton is szeretnénk kitartást kívánni az ott dolgozóknak, és hogy fogadják elismerésünket. Az önkormányzati intézmény beszámolójában továbbá elhangzott. Találkozhatnak vele a pataki családok az iskolával, hiszen a zenét tekintve minden fél évben van egy bemutatkozó koncert, ami nyílt és megtekinthető, és itt láthatják, milyen fejlődésen mennek keresztül. Időhiányában most nem tudom felsorolni azt a sok versenyt, amit az itt tanuló diákok nyertek, illetve részt vettek, de szerintem a minisztériumi elismeréstől kezdve tisztában vagyunk ezzel. Néptáncot szintén ide sorolhatnánk, országos szólótáncversenyen vettek részt itt is az itt tanuló gyerekek. Több településen is dolgoznak az itt tanítók, tehát úgy gondolom, hogy mindenképp a város egyik büszkesége. Az ülésen a jövő évet érintő állami támogatásokról is szó esett. Ismerjük a jövő évi költségvetés normatíváit. Ugye a művészeti oktatás és a nívós jó művészeti oktatás az nagyobb megbecsülésnek kellene, hogy örvendjen Magyarországon. Az alapnormatívák jövőre és a csoportnormatívák is megint csökkennek. Ez még nehezebb helyzetbe hozza az iskolát. Tudjuk azt, hogy eddig a csoportnormatívek miatt a csoportos oktatás talán jobb helyzetben volt, ami már több éve mondhatni nagy hátrányt szenved, az a hangszeres oktatás, hiszen itt egyénenként kell foglalkozni, és ebben az iskolában is egyénenként foglalkoznak. A támogatások további területe sem lesz kedvező. Az első tervezettel találkoztunk, akkor csak az érettségi vizsgákra és a szakmai vizsgákra folytott keret, ami növekedett. Annak örültünk is, hogy legalább ez a keret növekszik, hiszen nagy terhet ró egy önkormányzatra egy érettségi vizsga, illetőleg egy szakmai vizsga megszervezése, hiszen a rászánt költségvetési keret az utóbbi években kevés volt, és egy érettségi vizsgánál például 2-3 vagy akár 4 millió forint kiegészítést is igényelt. Ennek örültünk, és a következő héten ezt a keretet rendesen le is húzta a kormányzat. Tehát ez sem marad önömteli a jövő évet tekintve.